Komárom-Esztergom vármegye leghosszabb falujának mondják. 5 templomát 3 felekezet tölti meg élettel a község ünnepein és mindennapjain. Legöregebb templomáról legendákat mesélnek a környékben. Ezeknek is utána járunk Szákszenden, a Kisalföld és a Vértes találkozásánál. Szák és Szend a középkorban már létező magyar települések voltak. Előbbit 1281-ben, utóbbit 1421-ben említik először az oklevelekben. A római kori leletek igazolják, hogy ez a terület már sokkal régebb óta lakott volt. Feltártak itt egy 5. századból való germán házat. A falu határában pedig avarkori temető is előkerült. A Csák nemzetség birtokaihoz tartozott, de az 1500-as évek közepére elpusztult a török hadjáratok során. Újra telepítését Nádasdy Ferencnek, felvirágzását az eszterháziaknak köszönhette mindkét falu. Két település fonódott össze közigazgatásilag 1984-ben, de folyamatosan épült össze a két falu, tehát nem csak iskola és az óvoda szintjén, vagy akár községház, a posta, vegyesbolt, ABC, hanem már a családi házak, tehát a telkek kialakítása is olyan szinten volt, hogy egymásra építették, egymás után sorakoztak a házak, és így nagyon szépen összefonódott ez a kis falunk. Két teljesen különböző községről beszélünk, ahol igazából a száki részen is volt mezőgazdaság és iparosodás. A szendi rész az jobban a mezőgazdasággal foglalkozott, tehát jobb minőségű földjei voltak, és kevesebb iparost termelt. Szákon ugye téglagyár volt 3, volt az Eszterházi, a Verép téglagyár és az Orbán testvéreké, míg a Szent község az már nagyon régóta a szarvasmarha és a lótenyésztés és a mezőgazdaság foglalta el a fő tevékenységét. Egy képviselő testületi tag megkeresett, hogy szedjünk össze a faluban régiségeket és készítsünk egy kiállítást. Hát ez körülbelül 10 évvel ezelőtt történt, de lehet, hogy már 12, és akkor ez így megmaradt, és olyan sok élményt adott, amikor kutakodtunk a padláson és mentünk egyik házról a másikra, és képeket és tárgyakat gyűjtöttünk, hogy utána már ez szenvedélyemmé vált. Gróf Nádasdy Ferenc evangélikus vallású szlovákokat hívott a területre Nyitra megyéből. Hazánk egyik legrégebbi evangélikus gyülekezete a Száki, az egész vidékről ide jártak istentiszteletre, 1610-ben már temploma is volt. A mai evangélikus templom terveit az eszterháziak neves építésze Fellner Jakab készítette 1848-ban. Szenden 1794-ben szentelték fel az evangélikus templomot, 100 évvel később már iskolája is volt. Mivel 1984-ben egyesült Szák és Szend, és lett belőle Szákszend, azt követően a gyülekezet továbbra is szeretné megtartani a két templomát, Szákon és Szenden, és így továbbra is van istentisztelet mindkét templomában, és jelenleg a Száki templomban vagyunk. Gyülekezetnek a hívei meg tudják őrizni az identitásukat, és nem feltétlenül a létszám a fontos ebben a tekintetben, hanem az, hogy hitbéli szempontból továbbadhatják mindazt, amit ők maguk is megéltek ezekben a közösségekben. A 17. és 18. század folyamán református magyarok és katolikus németek is települtek a szlovák lakosság közé. A református templom 1789-ben épült. Az eredeti templom az nem itt volt, nem itt állt. Az ófalú közepén állt, azt sejtjük, hogy körülbelül azon a részen, ahol a szendi katolikus templom áll ma. Azt tudni kell, hogy az ellenreformáció idején az akkori, a reformátusoknak az akkori templomát elvették,
és árvaságra kényszerültek. Tehát ez azt jelenti, hogy Dadra jártak az itteni református hívek istentiszteletre, és Dadra menekítették a templomi értékeket is, ott őrizték. Ez közel 50 évig tartott. Nekünk nincsen csak egy templomunk, mi vagyunk kisebbségben, tehát a legkisebb felekezet ebben a falu közösségben. Ma is élnek Szákszenden azoknak a családoknak a leszármazottai, akik az eszterháziak idején települtek be vármegyénkbe. Az apai ág az 1700-as évek elején jött be a Németalföldről, és bejött az eszterházi uradalomhoz, majd Környepusztára akkor még, aztán Kecskérpuszta még a 1700-as években, majd 1800-as évek elején. Bölcs nagyapám, valamelyik felmenőm, az megállapította, hogy sokkal jobb földek vannak itt, itt járt, és akkor ide költözött. Lovakat nagyon szerette nagyapám, hisz huszárkiképző lett a Kisbéri Ménesben, Hartmann nagyapám, de hát a háború az mindent megváltoztatott. De a kötődés a faluhoz is, meg a mezőgazdasághoz, az az utódokban megvan. Szákszent történetét és az itt élők megélhetését évszázadokon át meghatározta a földművelés és a vadgazdálkodás. Ma a Szákszendi Gazdák Társult Vadász Egyesülete folytatja a hagyományt. Mindennapi munkájuk mellett vadas ételekkel járulnak hozzá a falu ünnepeihez. Gazdag trófea gyűjteménnyel mutatják be a környék élővilágát a helyi iskolásoknak és a településre látogatóknak a Hartmann farmon. Csodálatos kilátás nyílik a Száki templomdombról. A maradványok alapján egy kolostor állhatott itt a középkorban. Erre épült a római katolikus templom Fellner Jakab tervei alapján 1776-ban. A legenda szerint azért repedeznek a falai, mert alagútrendszer húzódik alatta, ami egészen Pannonhalmáig elér. Legenda vagy valóság, hogy Osvád bán ide temettette a fiát, és hogy a templom alatt lehet-e egy altemplom vagy kripta esetleg, és hogy megoldódna a repedések miértje, hogy miért is vannak, mert hogy nem találjuk meg, hogy mi az oka. A régiek úgy emlékeznek, a templom berendezése Majkról származik. A kamalduli remeteségből érkezhetett az oltár, amikor a rendet feloszlatták és értékeit elárverezték. Az eszterháziak idején készült, kézzel hímzett miseruhákat is érdemes megnézni a Szentőrző Angyalok templomban. Ezek a miseruhák, én nem tudtam róla, hogy itt vannak, véletlenszerűen akadtak a kezem ügyébe, és teljesen véletlen volt az is, hogy amikor raktam el, vettem észre, hogy bele van hímezve, hogy Gróf Eszterházy Méri hímezte a Száki templom számára 1913-ban, és majd a régi miseruhák között és oltárterítők között kutakodva találtam meg még kettőt, egy sárgát vagy fehéret aranyozott ünnepi miseruhát, és egy zöldet, amit hétköznapi ünnepeken hordanak a plébánosok. Illetve a piros miseruhánk Kisbérről került elő, úgyhogy nagyon örülünk neki, gyönyörű egyedi darabok. A kézművesség ma is fontos érték Szákszenden. A falu trianoni emlékműve híres a vármegyében. Kondor József fafaragó készítette, szívesen megmutatja munkáit a látogatóknak. Két kézműves hölgyet is megismerhettünk a forgatás során, akik hagyományos foglalkozást választottak, mégis modern dolgokat állítanak elő. Mindkettejük munkája ismert és keresett lett, hiszen az internet segítségével hamar átlépték településük határait. Mi Szákszenden találkoztunk velük személyesen. Szívem csücske az a népi ihletésű
kicsit egy modern reformálva, akár kézi hímzéssel. Tehát én nagyon szeretek kékfestővel dolgozni, vagy bármi népi mintás anyaggal, és akkor azt egy kicsit újra gondolva. Tehát az a szívem csücske. Egyébként az alkalmi ruhák, a mennyasszonyi ruhák. Mostanában Magyarországon nagy divat, aminek nagyon örülök, hogy szeretik hordani ezeket a magyar motívumos ruhákat, és egyre többen keresik is. A régi dolgokat stílusosabbá alkotni, mert ugye régen is horgoltak, de nem ilyen lakberendezési, vagy ilyen táskákat, hanem inkább csak terítőket, vagy kis nyuszikákat, és úgy gondoltam, hogy így a lakberendezésben, meg a mindennapi életben modernebb megvalósításban készítem el ezeket a termékeket. A Faluház központja minden jó kezdeményezésnek. Most a kézműves kiállításnak adott helyet, máskor jóga vagy tánccsoportok veszik birtokba. A község civil szervezetei is szívesen tartják itt eseményeiket, a gyerekeket pedig a könyvtár vonza ide. Érdemes a szákszendi felfedező sétát a falu központjában kezdeni, ha kedvet kaptak hozzá. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.